Alig több mint egy méterrel a föld felszíne alatt áll a talajvíz a nyíregyházi északi temető mélyebben fekvő részein. A temetőben található 60 parcellából 3-ban, a 14-es, 17-es, valamint a 18-as parcellák egyes részein így egyenlőre tilos a koporsós temetés. Hát olyan 100-150 sírhely ez. Az a szerencsénk, hogy erre a területre az elmúlt két hónapban nem kértek temetést. Ami még gondot okoz, a Borbányai temető, hiszen a temetőnek a felén, a Békó utca felől nem lehet temetni. Hát még szerencsére van olyan terület, ahol föl tudunk ajánlani más területet a temettetőknek, akik koporsósan zándékoznak temetni. De a hamvasztásos temetésnek nincs semmi akadálya. Szakemberek szerint csaknem 30 éve, 1984-ben volt hasonló mértékű probléma a belvíz miatt. Abban bíznak, hogy a víz folyamatosan fog elszivárogni. Maga magyarországi temetők olyanok, ugye, hogy vízelvetetésre nem gondoskodhatnak, mert nem tudnak, így alakult ki, volt a szokás. Különösen az olyan útfelületek mentén, ahol aszfaltozott az út, onnan leesett csapadék is a szélső sorok, sírok alá folyik, és ott különösebb nagyobb gondot okoz. Hát nagyon sok-sok millió forintba kerülni itt a nyíregyházi északi temetőbe is, hogyha innen a csapadék vizet ki akarnák vezetni a külső csapadék elvezetőkbe. Erre nem látok semmi esélyt, hogy az elkövetkező időben ez megvalósulna. A hőmérséklet hirtelen csökkenése vagy a közelgő tavaszi olvadás nem csak a belvízhelyzet romlása miatt jelenthet további problémát a temetőkben. Ilyenkor ugyanis a nagy talajvíz miatt a befagyott, tömörebbé vált föld kienged, a sírkövek jelentős része pedig emiatt megdőlhet, ami balesetveszélyes is lehet.